Budapesten hagytam én a szívem, elrabolt a tőlem egy lát. Zenés ébresztőre kelhettek a kartaliak május 1-én a reggeli órákban. Több éves kihagyás után ismét egésznapos majálist rendeztek a nagyközségben a képviselőtestület kezdeményezésére. Hát igazából októberben, amikor a képviselőtestület az alakuló ülését megtartotta, már akkor beszéltünk arról, hogy olyan eseményeket kell ismét szervezni a településen, ami a lakosságot összehozza, egy kicsit összekovácsolja, mert az elmúlt 4-5 évben panaszkodtak az emberek, hogy ebben a faluban nem történik semmi. És ugye az első próbálkozásunk az a falukarácsony volt, ami nagyon jól sikerült, és abból már tapasztalatokat merítve úgy gondoltuk, hogy nem nagy összeggel, de egy erős összefogással és szervezéssel megszervezzük a majálist is. A kartali majális délelőttjén a korábbi hagyományokat követve a mozgásé volt a főszerep. Futóversenyen, gyermek és felnőtt labdarúgó tornán, valamint asztali tenisz bajnokságon vehettek részt a sport szerelmesei. 16 nevezés érkezett a majális keretében megrendezendő pingpong versenyre ide a kartali sportcsarnokba. Beosztottuk férfi kategóriára, 12 férfi nevezőnk van, illetve 4 hölgy nevezőnk. Ők körmérkőzésben egymással játszanak a 4 hölgyversenyző, illetve a fiúk között pedig 3-4-es csoportot alakítottunk ki, ahol az első 2 helyezett jut tovább, és ők majd egy 6-os csoportba küzdenek meg az első 3 helyért. Az első 3 helyezett lesz értékelve érem formájában, míg az alsóházban is körmérkőzéses rendszerben eldöntik a 6-tól 12 helyezettig is a sorsát, a sorrendet. Úgyhogy így alakul ki a végső sorrend a pingpong versenyen. Jöttek versenyzők Hévízgyőrkről, a Szódról, de többségben Kartalról, illetve Verségről is van versenyzőnk, úgyhogy elég népszerű lett az első alkalommal megrendezett ilyen majális pingpong verseny. Van 2 versenyzőnk, aki Pest megyei első osztályba pingpongozik, illetve a többiek úgymond amatőr szinten, de napi rendszerességgel szeretnek pingpongozni. Itt Kartalon is van egy kisebb szerveződésű helyi bajnokság, ahol szinte heti szinten összejönnek a csapatok és egymással játszanak. Úgyhogy végül is mondhatni tapasztalt csapatok, versenyzők állnak asztalhoz, úgyhogy jó színvonalú mérkőzéseket látni. A kartali majálisra a képviselőtestület meghívására ellátogatott a térség országgyűlési képviselője, Vécsei László, aki versenyen kívül ragadott ütőt. A majális megnyitása több helyre megyek a választókerületben. A kartali majálisra úgy szólt a meghívó, hogy itt egy asztali tenisz bajnokság is van, kis térségi, és legnagyobb örömömre azt mondták, hogy egy kicsit a játékba is be lehet kapcsolódni. Én pedig az asztali teniszt nagyon szeretem, úgyhogy egy szereléssel érkeztem, és egy kicsit megpróbálok itt a sportprogramba bekapcsolódva, a majális megpróbálom jobban átélni. A labdarúgó tornának a Kartalese sportpályája adott otthont. Egy 2 hete hirdettük meg a gyerekeknek a majális keretein belül, legfőképp alsó és felső tagozatos gyerekeknek, akik a helyi iskolába járnak. Előnevezéssel jelentkezhettek a fiúk, illetve nagy szerencsénkre lányok is erre a versenyre. 3 csapat jelentkezett az alsó tagozatos korcsoportban, illetve 5 csapat jelentkezett. Ez közel 70-80 gyerek vett részt a mai nap folyamán ezen a versenyen. Nagyon szép eredmények születtek, szoros volt a végeredmény is. Az egy alsó tagozatosoknál egyetlen egy gól döntött az első helyről, a felső tagozatosoknál is végig nyílt volt a mérkőzés, az utolsó fordulóban dőlt el az első helynek a sorsa. A támogatóinak köszönhetően az első 3 helyezetteknek mind az alsó tagozaton, mind pedig a felső tagozaton érmekkel tudtuk díjazni az eredményeiket. Az érmeket pedig a polgármester asszonyunk, Németné dr. Keresztes Katalin, illetve országgyűlési képviselő úrunk Vécsei László adta át a gyerekeknek. Két kollégám, akik a kartalesének az utánpótlás edző is, Kratofi Sándor és Bognár Árpád volt, akik a szervezésben, lebonyolításban segítkeztek, illetve a pálya mellett, hadd említsem meg, még hogy a nap folyamán 2 sportesemény is volt. Dóra Tamás vezetésével kerékpáros technikai pályát lehetett a gyerekeknek végezvinniük, megcsinálniuk, illetve szintén testnevelő kolléganő Kis Judit volt az, aki pedig egy ügyességi képességfejlesztő játékokat tartott azoknak a gyerekeknek, akik esetleg a labdarúgás kevésbé volt vonzó. A kartali majális délutáni programjai a Petőfi téren zajlottak.
Szép jó napot kívánok minden jelenlévőnek. Azt gondolom, hogy már, hogy ennyien vagyunk, ez önmagáért beszél. Én nagyon különösebbet most nem szeretnék mondani. Tulajdonképpen a kartali majálisunkat már hivatalosan megnyitni nem is kell, hiszen reggel óta a három helyszínen folyamatosan zajlanak az események. Tisztelettel köszöntöm, egyben bocsánat, hogy nem ezzel kezdtem, Vécsei László országgyűlési képviselő úrunkat. Szép jó napot kívánok minden jelenlévő kartalinak, és természetesen mindazoknak, akik majd később jönnek ki a délutáni programokra. Köszönöm szépen polgármester asszonynak, hogy fölvezette a jelenlétemet, Vécsei László országgyűlési képviselő vagyok. Addig, amíg a gyerekek bátorságot gyűjtenek ahhoz, hogy a rendőrszirénát megszólaltassák, addig engedjék meg, hogy hivatalosan is köszöntsem a mai, hát hogy is mondjuk, majális, tavaszköszöntő résztvevőit. Mindig örömmel jövök kartalra, kulturális eseményekre, kisebb-nagyobb rendezvényekre. Ez a... Igen, már kezdődik, már valaki bátorságot gyűjtött. Azért azt hiszem, hogy így is hallható, amit mondani szeretnék. Szóval ez a mai tavaszköszöntő, ez olyan szempontból különös, hogy megpróbáltam aktívan is részt venni az itteni programokban. A délelőtt programjához és természetesen a délutáni programokhoz és a műsorhoz mindenkinek nagyon kulturált szórakozást, jó kikapcsolódást kívánok, és köszönöm szépen polgármester asszonynak, az önkormányzatnak és minden szervezőnek azt, hogy meghívtak már a polgármester asszonynak, visszaadom a szót. Én is csak azt tudom mondani, hogy nagyon örülünk, hogy itt van képviselő úr, és volt itt a múlt héten a testületi ülésünkön is. Én is azt érzem, hogy szívesen jön hozzánk, és azt hiszem mindannyiunk nevében mondhatom, hogy mi meg nagyon szívesen látjuk minden eseménykor, mert együtt, összefogva lehet sok mindent elérni, és ez a mai nap, csak annyit mondok, hogy Olá Klára alpolgármester asszony szervezésének köszönhetően reggel óta programokkal zajlik, és egyre több program lesz, igazából már mindjárt kezdenek aerobikozni, utána számtalan program, és estére pedig utcabállal fejeződik be. Reméljük, hogy az időjárás továbbra is ilyen kegyes marad hozzánk, és azt kívánom, hogy mindenki érezze nagyon jól magát. Hát ezt a majálist végül is megelőzte egy falukarácsony, ahol már végül is úgy gondoltuk, hogy hiányzik itt az elmúlt években, nem történtek rendezvények, kartaliak egy picit távol kerültek egymástól, úgy mondjam, és falukarácsonnyal megpróbáltuk már elindítani az összefogást is a kartali emberek között, és ennek lett volna a folytatása ez a majális, május 1, ahol a kicsiktől kezdve az időskorúak, szépkorúakig mindenki egy picit megtalálja a szórakozást, a programját, és megint össze tudunk jönni, és egymásra tudnak találni a kartaliakosok. Hogyan zajlott a szervezés? 2 hónappal ezelőtt indult a szervezés, megkerestük az intézményvezetőket, helyi csoportokat, egyesületeket, fellépőket, és végül is kértük az ő segítségüket, vállalkozókat, akik támogatásukról biztosítottak, de magánszemélyek is nagyon sokan energiájukat, munkájukat nem sajnálva belefektetve segítettek megszervezni azt, hogy itt ez a majális most mai nap létrejöjjön, és hogy itt az emberek jól érezzék magukat. A kartali majális programjai közül sem hiányozhatott a főzőverseny. Mi a kartali polgárőrségtől jöttünk, itt beneveztünk a főzőversenyre. Birkapörköltet főzünk, kunszentmiklósi birkapörköltet. Ennek az a különlegesség, hogy egy különleges eljárással van készítve. A lényeg az, hogy nincs kavarva, mint látni, hogy nincsen fakanál benne, hanem az összerakásba már elkezdődött a főzés gyakorlatilag. A csontot alul raktuk, utána ment rá a hagyma, a paprika, majd ment rá a hús, és egy szépen egy ilyen rétegződve kialakult a bográsnak az űrtartalma, és fel lett öntve vízzel, és el van kezdve főzve, és gyakorlatilag nincsen benne fakanál, nincsen kavarva, hanem folyamatosan forgatva van 5 órán keresztül, és mikor elkészül, elméletileg nem lesz leégve, és nagyon finom lesz.
örül-e annak, hogy 6 év után Kartalon ismét majális szerveznek? Hát nagyon örülök neki, különösképpen, mert régebben képviselő voltam, és itt rendeztünk a településen majálist, és nagyon örülök neki, hogy az új képviselő testület most újra nekilátott, és majális szervez Kartalon. Kicsit kisebb keretek között, de úgy gondolom, hogy első nekifutásnak ez tökéletes. Hogy állt össze a csapat? Mit talált ki főzni? Hát a csapat nagyon egyszerű, 20 éve barátok vagyunk, és úgy találtuk ki, hogy egy pár hete ugye egy kicsit többek vagyunk a kelleténél, és ezért ilyen paleós, nem diétába, hanem étrendbe fogtunk, és ez pedig egy paleó székelykáposzta nyúlhúsból. Hogyan készítjük? Annyi az egész, hogy nem tartalmaz rizst, és nem rántjuk be, tulajdonképpen egy hagyományos székelykáposzta. Oda tesszük a szalonnát sülni, rátesszük a hagymát, rátesszük a húst, jelen esetben nyúl, és utána pedig káposztával ugyanúgy. Korábbi években is részt vettek a rendezvényeken Kartalon, úgyhogy főztek is? Hát egy párszor már igen, főleg karácsonykor is kint voltunk, az is szenzációs volt ez a karácsonyi vásár. Kinek a nevében főznek itt? A polgármester hivatal Kartoli önkormányzat nevében. Hány adagra bízták meg? Hát ez olyan 400-450 körül kb. Reméljük el is, hogy nem sok ember van ahhoz képest, de bízok benne, hogy elfogy. Mit készített? Milyen finomság? Ez gulyásleves. Sivál egyszerű gulyásleves. A tér egyik szegletében is főz egy csapat. Mi a csapat neve? Ne felejts, népzenei együttes. És mit készítenek? Csipetkés babgulyás leves. Ki volt az ötletadó? Hát ezt közösen találtuk ki, mondhatni. Megbeszéljük. Ki vállalja az ízesítést? Közösen. Mindenki. Mindenki kóstolja. Korábban is részt vettek már főzés, hogy a Ne felejt csapata kivonult? Volt már rá alkalom? Igen, volt már. Május 1-én főztünk együtt, máskor is, igen. Hogyan készült ez a finomság? Ahogy otthon. Belevalókat elhoztuk együtt, mindenkinek megvolt, hogy ki mit hoz, és itt összerakjuk a belevalót. Öröme a számukra, hogy majális szerveztek ismét jó pár év után Kartalon. Hogyan élik ezt meg? Igen, teljes mértékben öröm. Mi már nagyon hiányoltuk az évek során, mert ez mindig egy nagy kivonulás volt a falu számára, és gyakorlatilag az együttesek számára is. Úgyhogy mi nagyon hiányoltuk, és örülünk neki, és nagyon-nagyon nagy boldogsággal éljük meg. Ha biztosan kérnék az önök véleményét, hogy milyen rendezvény lenne még jó Kartalnak, hogy összehozza a közösséget. Van-e ötlet, hogy mit szeretnének megrendeztetni? Igen, például a szüreti felvonulás, a szüreti bál, akkor továbbá van olyan, hogy farsang, tehát a farsangot is hiányoljuk. Mi van még? Tehetségkutatók, így van, például ez nagyon jó, így van. Egyébként is jó volna, hogyha bővülne a csapatunk, nagyon szívesen várunk mindenkit, aki szeretne közénk csatlakozni. Kartal lényegében tavaly óta tartozik a választókerületemhez, bár előtte is jártam persze itt, de ez az első olyan majális, ez az első olyan tavaszköszöntő, amikor már teljes értékűen a választókerület része, és nagyon örültem annak, hogy meghívást kaptam. Kartalon mindig nagyon jó rendezvények vannak, mindig nagyon színvonalas, kulturális sportrendezvények vannak, és hát ezt az alkalommal is bemutatták. Több helyszínen volt szerencsém részt venni az eseményekben. Itt a főtéri köszöntő kapcsán is külön örömmel szolgált, hogy a kartali asszonykórus tagjai már a gyönyörű ruhájukban, öltözőkükben megjelentek a délutáni fellépésre készülve. És hát itt végigjártam a főzőversenynek a résztvevőit, a csapatait, mindenki nagy lelkesedéssel készül a délutáni nagy megméretésre és a délutáni programokra. Látom, hogy a gyerekek is nagyon jól érzik magukat. A kézműves foglalkozásoktól kezdve a
a játszóeszközökig minden rendelkezésükre áll, és az idő változatlanul nagyon kegyes hozzánk. Úgyhogy én magam is jól érzem magam, és úgy látom, hogy a kartaliak is megtalálják a számításukat, amiért érdemes ide kijönni. 15 órától a Mi gyerekeink, a Mi tehetségeink címmel vette kezdetét a Petőfi tér színpadán a helyi csoportok és egyéni előadók műsora. Fellépett a kartali asszonykórus, Rehorovszki Gáborné, a Rozmaring ifjúsági néptánc csoport, a Könyves Kálmán nyugdíjas egyesület, valamint Fitkit bemutatót is láthattak a kartali majális vendégei. Az este folyamán az esős idő miatt a programok a Művölődési Házban folytatódtak. Fellépett a Ne Felejts Népzenei Együttes, Tóth Ilkó Zsuzsanna, Kvak Andrea, Sári Szabolcs, valamint a Krézi Karma Együttes. A 2015-ös kartali majálist késő estig tartó bál zárta.